Augusztus 25, 26 és 27-én második alkalommal találkoztak a járási ifjúsági polgárőrtábor résztvevői. Nádudvar után idén Nagyhegyes volt a vendéglátói szerepben. Ebes, Nádudvar és Nagyhegyes ifjú polgárőrei, köztük általános és középiskolások töltöttek élménydús 3 napot együtt felnőtt polgárőreik kíséretében. A kisérdei Szabadidő Parkban rendezett ünnepélyes tábornyitón Fehér Attila egyesületi vezető üdvözölte a résztvevőket. Beszédet mondott Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Bajusz Istvánné Nagyhegyes polgármestere és Barta Imre a Hajdú-Bihar megyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja. Gazdag programkínálat várta a fiatalokat. Pénteken a Hortobágyi Nemzeti Parkkal ismerkedhettek meg a halastavaknál, ahol Szilágyi Attila kalauzolta őket. Bejárták a telelőtavakat, vízimadarakat figyeltek meg, közben érdekes történeteket, meglepő tényeket is hallhattak a tavakról s azok élővilágáról. Délután a Kadarcsi csárdában ismerkedős és névtanulós játékokat játszottak, majd egy valódi hortobágyi filmet néztek, Talpunk alatt fütyül a szél címmel. Az ízletes uzsonna, de még a vacsora előtt 3 vegyes csapat mérhette össze futballtudását már ismét a nagyhegyesi kisérdei szabadidőparkban. A tábor központi helye természetesen a szálláshely volt. Nagyhegyes vendégházában mindenki kényelmesen elfért. A tábori hangulatról a gyerekek gondoskodtak, itt mindig jó hangulat uralkodott. Szombaton Pető László olimpiai sportlövész és a Nagyhegyesi Íjász Egyesületből Harangi Sándor, illetve Harangi Flórián mutathatták be a szenvedélyüket. Továbbá a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti alosztályvezetője Fehér Gyula rendőrőrnagy igazgatásával közlekedés-biztonsági kerékpáros versenyen vettek részt fiataljaink, ahol a 3 legszabályosabban közlekedő ajándékokban is részesült. Nem volt könnyű dolguk. Elsőbségadás, irányjelzés, biztonságos átkelés szabályait kellett szem előtt tartani. A délután a krátertónál telt. A tó történetét Fülöp Roland tolmácsolásában ismerhették meg, majd egy vidám 5 próbán állóképességüket, sporttudásukat mérték össze. Az erőpróbát pedig a kötélhúzás poros és hangos zsivaja jelentette. A krátertónál volt lehetőség horgászatra, szabadidőtöltésre, beszélgetésre is. Visszatérve a táborba, Szatmári Attila polgárőrünk ízletes babgulyása minden éhes gyomrot megtöltött. Sötétedés után elindultak a táborozók a bátorság próbára. Kimerülten, elcsigázva értek vissza a szobájukba. Azt gondoltuk, a tisztálkodás után hamar elnyomja majd őket az álom, a tervezett tábortűz és a szalonnasütés pedig érdeklődés hiányában elmarad majd. Ám nem lennének ifjú polgárőrök, ha így történt volna. Alig 1 óra múlva szinte egyszerre léptek ki a szobákból, és egy talpalatnyi hely sem maradt a szalonnasütő körül. Az utolsó napon a balmazújvárosi Kamilla fürdőben voltak, ahol fürdőztek, pizzáztak, fagyiztak. Az ismerkedések lassan ismerettségek kialakulásához vezettek, amik bizonyára továbbiakban is megmaradnak, így a jövő évi táborozásban is lesznek ismerős arcok. A tábor záráson Fehér Attila megköszönte a hétvégi együttműködést és a részvételt a gyerekeknek, a felnőtteknek a szervezésben a segédkezést, hiszen sokak áldozatos munkája kellett ehhez a hétvégéhez. És hogy lesz-e folytatás? Jövőre az Ebesi Polgárőr Egyesület a 3. járási ifjúsági polgárőrtábor házigazdájaként várják a csapatokat és az idén belépő legújabb ifjú polgárőröket. Ennek szimbólumaként a tábor molinóját Nagyhegyes átadta megőrzésre a jövő nyárig Ebesnek. Reméljük mindenki, akár kicsi, akár nagy, jól érezte magát. Bízunk abban, hogy ez a hétvége is hozzájárult ahhoz, hogy a jövő felnőttjei tudatosan éljenek a társadalomban. Vigyázzanak egymásra, környezetükre, vállaljanak feladatokat a közösségért, a békés és biztonságos együttélésért. Hajrá, ifjú polgárőrök!